Idén száz éves a készenléti rendőrség zenekara, amely nagy népszerűségnek örvend. A közkedvelt filmzenék és operett feldolgozások mellett jazz, könnyű zenei és fúvó zenedarabokat is előadnak. A jubileumi évfordulóról és a zenekar életéről is kérdezi vendégét Fábián Barna. Köszönöm szépen, Szalóki Béla rendőr, a lezredes a vendégem, aki a készenléti rendőrség zenekarának a Jó estét, a lezredes úr, jó estét, Gondolom én, hogy száz évvel ezelőtt alakult, de nem mint a készenléti rendőrség zenekar, mert szerintem akkor még nem volt kész, vagy volt? Hát most fejből nem fogom tudni megmondani, hogy 1923-ban melyik jogelődje volt, ha. de az biztos, hogy a rendőri ezrednek, ennek sokféle neve volt, volt rendészeti biztonsági szolgálat, forradalmi rendőrezred, mindig az adott kornak megfelelő elnevezése volt, de a zenekar valahogy mindig oda tartozott, ez ugye a rendőrségnek a csapat erős szolgálata elsősorban, illetve ott vannak a különleges szolgálatok a rendészettől, a búvárokon keresztül, a kutyás, lovasokig mindenki, és hát mint az, rendőrség legspeciálisabb alakulata, a zenekar, mi is mindig oda tartoztunk, hogyha ez egy, ez egy száz éves hagyomány. Hány tagja van a zenekarnak? Hát a zenekarunk most éppen 61 tagú, amivel azt mondhatom, hogy a, a nagy létszámú egyenruhás úgynevezett fegyveres testületi zenekarok közé tartozunk. Azon gondolkodom, hogy én lehet, hogy a lezredes úr tévedek, de mintha én tavaly emlékeznék arra, hogy Kecskeméten ott a zenekar fellép, egy talán Kodály Hári János többek között. Igen a, Igen, a Hári... Erre, hogy nagyon emlékszem. Igen, a Hári Toborzót, ezt sok helyen tavaly, ugyanis a tavaly évnek egy egy kiemelt jelentőségű feladata volt ugye a rendőrségi toborzás, és ebből igyekeztünk mi is a magunk sajátos módján kivenni a részünket. Úgyhogy hát bejártuk Tolnát, Baranyát, végigjártuk az egész országot, elsősorban természetesen a határmenti vármegyéket, és megpróbáltunk, ahogy ezt 150-200 évvel ezelőtt tették az elődeink, megpróbáltunk zenével toborozni. Mindig is fúvózenekar volt, vagy ez mostanában alakult így? Hát, ez a zenekar volt zenekar, de működött egy darabig szimfonikus zenekarként is, de tulajdonképpen a zenekarnak az új korát, vagy a legújabb korát, hogyha az elmúlt 50 évet vesszük, akkor ott fúvó zenekarként működött. Bár azt kell mondanom, hogy annak a nagyjából 220-230 feladatnak, amit ellátunk évente, ennek körülbelül a fele, ami fúgos. a másik felében mindenfélét csinálunk, ez egy borzasztó színes zenekar, tehát itt rengeteg kamarazenei csoport van a zenekaron belül, a Dixieland zenekartól a Big Bennen keresztül a tíztagú funky zenekarig nagyon sok minden van, úgyhogy hát igyekszünk minden rendezvényen, ahova minket meghívnak, olyan repertoárral készülni, és olyan műsorral a közönség elé ami adekvált ahhoz a bizonyos rendezvényhez. Olvasom, hogy filmzenéket is szívesen játszanak többek között. Igen, ennek, ennek az az oka, hogy a fúvó zenekari irodalom gyakorlatilag egy viszonylag behatárolt repertoárt jelent. Természetesen rengeteg kortás zene születik mai napig fúvós zenekarokra, de az átiratoknak a lehetőségei ott azért elég korlátozottak, tehát vannak zenei stílusok, ami ennyire vonós hangszerekre épül, más nem mondjuk a bécsi klasszikus zenét, amit nagyon nehéz fúvós zenekarra átírni. Nem így a filmzenéket, amik ugye különösen a hollywoodi nagyszabású filmeknek a zenéi, ahogy a filmek grandiózusak, úgy a zenék is általában grandiózusak, Természetesen John Williamsre gondolok elsősorban, aki a Star Wars szagától kezdve a, a legnagyobb hollywoodi slágereknek írta a zenéjét. Ezeket remekül át lehet dolgozni fuhozzenekarra, és nagyon nagy hatást tudnak gyakorolni a közönségre. Úgyhogy mi is éppen ezért szeretjük. Mi az alapvető feladat, a funkciója, célja ennek a zenekarnak? Mert ez egy speciális zenekar, mert hogy speciális. Törzshöz tartozik ugye a készenléti rendőrség. Igen, <tudni> azt tudni kell, hogy a zene, rendőrség, magyar rendőrségnek egy darab zenekara van, ez a készenléti rendőrség zenekara. E, igazából van egy ügyrendünk, és abban ez nagyon szépen az első fejezetben le van írva, hogy mi a mi feladatunk, ezt természetesen nem fogom most szóró szóra felmondani, mint egy leckét, hanem ennek a lényege az, hogy a testületnek, tehát a magyar rendőrségnek a kulturális igényeit, illetve a, a ceremoniális igényeit, ide tartoznak a, a tisztavatástól kezdve a kegyeleti rendezvényekig nagyon sok minden, koszorúzások, próbarendőravatás, van ezek között mindenféle, és emellett természetesen megpróbáljuk, és ez talán a legfontosabb feladatunk, megpróbáljuk a rendőrséget, mint egyen testületet, olyan színben feltüntetni, aminek mi ismerjük. Tehát ugye a nagy közönség hamarabb veszi észre a Trafipaxot, meg hamarabb veszi észre a Mikulás csomagot, amit egy, amit, egy vagy egy, egy, a büntetést, amit egy adott esetben egy szabálysértésében kirol rá a rendőrség. Mi viszont igyekszünk, meg, igyekszünk megmutatni azt az arcát a rendőrségnek, hogy itt is nagyon kedves fickók és nagyon kedves hölgyek dolgoznak, úgyhogy nem kell az egy ruhától se félni, se haragudni rá. Ez a fő feladatunk. Lehet, hogy butaságot kérdezek, de az is megkérdezem, hogy hogy érkeznek a tagok, a zenekar tagjai? A rendőrség állományából, most egy nyomozóval, akiket közben kiválóan zenél, és akkor belép, vagy már eleve olyan kollégákat keresnek, akik a zenébe jártasak, és kiváló muzsikálnak? Hát ez nem úgy butaság, hanem az egyik legfontosabb kérdés, ami velünk kapcsolatba föltető. Akkor, nagyon... akkor rendben vagyunk? Abszolút. Nem haragszik? Jó. Főleg én meg örülök, hogy nem volt. Nem, e, ezt nagyon sokszor megkapjuk ezt a kérdést. Ez nagyon szokta érdekelni a közönséget. és a, minket megismerő ö, 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 embereket. A válaszom erre az, hogy nekünk a rendőrségen belül nincsen más feladatunk, mint ezeknek a zenei és kulturális témájú feladatoknak az ellátása. Ennek megfelelően nálunk mindenki zenész. Olyan értelem, hogy itt mindenkinek ez a foglalkozása, mindenki, benne, mindenki ebből él, mindenkinek ilyen képesítése van. Hát egy-két százalék hiány, százszázalékos a a, a diplomások aránya, tehát mindenki valamelyik zeneakadémián ö, szerezte a képesítését. Úgyhogy ö, nincs más dolgunk, hogy, mint hogy zenéjünk. Ennek megfelelően az nem nagyon fordul elő, hogy valaki egy másik rendőri területen dolgozik, és mellett a hobbiból, még ha nagyon tehetséges is ö, hozzánk kerül, ugyanis nálunk a fluktuáció az, az gyakorlatilag nulla. Úgyhogy ö, Gyakorlatilag nem változik, a nagyon-nagyon ritkán adódik olyan lehetőség, hogy hogy új kollégát tudunk fölvenni. Ilyenkor viszont sorban állás van. Tehát ezt próba hívjuk, azt a kiválasztási folyamatot, ezt hát abban meghirdetjük, hogy milyen hangszerre szeretnénk valakit fölvenni, és szükségünk van egy klarinétosra, akkor 40-50 klarinétos sorban. Hogyan ünneplik ezt a évfordulót? Hát ez egy nagyon szép kerek évforduló, Igen. úgyhogy több mindennel is készülünk itt a következő néhány hónapban. Ugye ez az egész decemberre fog kifutni, akkor majd egy nagyobb szabású gála koncertet fogunk tartani, de az első ennek a sorozatnak az első állomása az holnap este lesz, 18 órakor Szexárdon a Vármegyeháza udvarán, ahol a 8. Nemzetközi Fúvos Napok Fesztivál keretében fogunk adni egy koncertet, és ez nagyon, <coughs> hogy a rendőrség vezetése, hogy áll ehhez az egész dologhoz, hogy, hogy mennyire büszkék a zenekarra, és merem remélni, nagyon büszkék, azt talán jó jelzi, hogy ezen a koncerten az országos rendőrfőkapitány dr. Balog János rendőr altábornagy úr fogja köszönteni a közönséget, és mellette pedig Tolna vármegye főispánya dr. Horváth Kálmán. Úgyhogy ezzel a viszonylag nagyszabású koncerttel kezdjük, és utána tartogatunk egy-két meglepetést az ország lakosságának, föl fogunk bukkanni a következő hónapokban. Elsősorban a Vármegy a székhelyeken, köztereken, bevásárlóközpontokban. Ez szóval érdemes figyelni a rendőr egyenruhát. A lezredes nagyon-nagyon szépen köszönöm, és engedje meg, hogy valamennyi tagjuknak boldog születésnapot kívánja. Köszönöm szépen.